az egyes számú patológia és kísérleti rákutató intézetben működő onkohematológiai munkacsoportnak a fő kutatási területe a limfómák, leukémiák progresszióját előidéző molekuláris biológiai elváltozások. Ebben a témakörben számos kutatócsoport dolgozik, és a fő kérdés az, hogy ezeknek a hematológiai betegségeknek a progressziójánál milyen mikrokörnyezeti, illetve milyen molekuláris változások jönnek létre. A jelen modul keretében három témakörben végeztünk kutatásokat. Az első kutatási téma megcéloz egy betegséget, az úgynevezett krónikus limfocitás leukémiát, és az volt a kérdés, hogy ebben a krónikus limfocitás leukémiában melyik az a sejtcsoport, amely a betegség progresszióját, előrehaladását előidézi, illetve melyik az a sejtcsoport, ahol a genetikai elváltozások, genetikai léziók először jelentkeznek. Ezt követi egy következő előadás Póca Péter előadásában, aki azt vizsgálta, hogy a krónikus limfocitás leukémia esetében mi a különbség a csontvelő, a perifériás vér és a nyirokcsomóban található tumorsejtek biológiai sajátosságai között. Az volt a kérdés, hogy ezek között van-e eltérés, milyen szignálutak játszanak szerepet az egy-egy területen a limfóma sejtek vagy leukémia sejtek progressziójában. A harmadik előadás Rajnai Hajnalka fogja tartani, aki azt vizsgált, hogy a mikrokörnyezetnek milyen szerepe van a limfómák terjedésében, különösen egy follikuláris limfómának nevezett szubtípusban, mi a jelentősége a csontvelői terjedésnek, hogy esetlegesen a nyirokcsomó mikrokörnyezetéből meg lehet-e határozni, hogy milyen sejtek vándorolnak a csontvelőben. Ezen három előadás mindegyike valahol a limfóma terjedéssel, limfóma progresszió molekuláris vizsgálatával foglalkozik.